Jó estét kívánok! Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. Harmadízben volt Rákóczi Fesztivál Borsiban. Hagyományos reggeli és kézi kukoricaszedés tordán. Korlátozzák a mobiltelefonok iskolai használatát. Híreink bővebben. Harmadízben volt Rákóczi Fesztivál Borsiban. Gazdag program kínálat várta az odalátogatókat. Gazdag gyerekprogramok, népzene és néptánc, opera és operett, színház, de második Rákóczi Ferenc utazásai nyomán a gasztronómia is jelen volt a harmadízben megrendezett Rákóczi Fesztiválon, Borsiban. A kastélyhoz tartozó kiserdő színpada a gyerekelőadásoknak adott otthont. A nézőteret és a környékét kora délelőttől a gyerekek és a családok vették birtokukba. Ez volt a tanulsága, aki nem hiszi. Járjon utána! De volt kézműves vásár, a gasztro élményről pedig a szlovák-magyar határ mindkét oldaláról vendéglátást oktató számos szakközépiskola gondoskodott. Ők azon térségek ételeit főzték és kínálták a vendégeknek, ahol második Rákóczi Ferenc utazásai során megfordult. Így aki megéhezett, a lengyel, a török, a francia, a ruszin, az erdélyi és a magyar konyha finomságaiból válogathatott. Felemelő érzés számunkra, hogy itt lehetünk, és nem győzünk elég hálásak lenni a meghívásért. Második Rákóczi Ferenc szülőföldjén a születése helyén megrendezett fesztivál is a fejedelem kultuszát hivatott éltetni. Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára a rendezvényen elmondta, hogy a Rákóczi Ferenc által indított szabadságharc révén a szabadság, a függetlenség iránti vágy szinte beleivódott a magyarok genetikájába. A jó lehetőség az egész nemzetnek, hogy jobban megismerjék második Rákóczi Ferencet, másrészt pedig az a fajta nemzetpolitikai fordulat, ami 2010-ben elindult, annak ez egy jó példája, az a fesztivál, hiszen nemzeti összetartozásról beszél a fesztivál is, a nemzeti összetartozást próbálja erősíteni, és minden műsor, minden fellépő, akik ide ma eljöttek, az egész Kárpát-medencéből érkeztek, vannak székelyföldiek, vannak felvidékiek, vannak anyaországiak, úgyhogy én azt gondolom, hogy maga ez a fesztivál megjeleníti mindazt, amiről a magyar nemzetpolitika szól 2010 óta. Hargita Székely Népi Együttes, a Borsiban működő Rákóczi Néptánc Együttes, a Kassai Tália Színház, csak néhány a fellépők sorából. A fókuszban Rákóczi Ferenc áll, de nem minden csak kizárólag róla szól. Fogalmaz Diószegi László, a magyar kormány hadhatós anyagi támogatásából felújított és 2021 nyarán megnyitott kastélyközpont igazgatója. Számos programpont az emlékét idézi és tiszteli, fűzi hozzá. Éppen most Szalonna és Bandája játszik, és az előző darab az egy kuruc tojószállítás volt, tehát ők is tisztelettek Rákóczi emlék előtt. Aztán ugye most másodszor rendezzük meg, de nagyon nagy sikerrel a Rákóczi gasztronómiai fesztivált, Rákóczi kalandozásait. Ugye szerencsénk van, mert Rákóczi nagyon sok helyen fordult meg. Franciaország, Lengyelország, Erdély fejedelme volt, és hát ugye Törökországba készült emigrációba, kényszerült emigrációba, illetve a ruszin konyhát is itt bemutatjuk, mert Rákóczinak a legkedvesebb nemzetisége az a ruszin volt. A programok között pedig változatos programok vannak, népzenei koncertek, az első pesti reckák, a gyerekekre is gondoltunk, Rákóczi apródiskola, nagyon sikerrel zajlott le ma délelőtt, a gyerekeknek különböző izgalmas feladatokat adtunk, íjászattól fülülhettek a lovakra. Ez mind-mind azt szolgálja, hogy valahol a kisagyukba elültessük azt, hogy mekkora nagy személyiség volt ennek a területnek az ura, második Rákóczi Ferenc. Sokadszor jár ez a nyíregyházi házaspár Borsiban. A fesztiválra kimondottan készültek. Maga a Rákóczi név egy nagyon nagy vonzóerő, és ezért is, tehát megnéztük a kiállítást is, a személyes emlékeket, tisztágyakat, és valahogy a szívünket, a lelkünket melegíti ez a dolog. A kastélyközpontnak és a kiállításnak nem csak magyar ajkú, de szlovák nemzetiségű látogatói is szép számban vannak. Megnyitása óta 60 000-en voltak kíváncsiak a Rákóczi három születése című
kiállításra. Idén több mint 2000 iskolai kirándulást fogadtak, a színvonalas szeptemberi fesztiválra is egyre többen és egyre tágabb térségből érkeznek a látogatók. Kevés olyan hagyományos rendezvénnyel dicsekedhetünk manapság, amelynek a látogatottsága meghaladja az előző évekét. A tordai Kukorica Fesztivál kivétel. A rendezvény fő eseménye a kézi kukoricatörés és a szárvágás bemutatása volt. Ennek a megszervezése szeptember végén nem volt könnyű, mert a határban már augusztusban befejeződött a kukorica betakarítása. A szervezők viszont ragaszkodtak a rendezvény megtartásának hagyományos időpontjához. Összejön a közösség, és megmutassuk azt, hogy milyenek voltak a régi szokásaink, hagyományaink, és együtt, tehát ünnepeljük, együtt szórakozunk. Én úgy gondolom azt, hogy ez a mai nap inkább jobban családi nap itten helyben is, mint a falunap, hisz ilyenkor már a munkátok bevégzése után, tehát mindenki szabadon tud ünnepelni, főzni, szórakozni. Hogy a kukorica kézi betakarítása egykor mennyire is nehéz munka volt, azt már csak az idősebbek tudják. Erre mindig összefogott az egész család. Akkor, mikor hazamentünk, az ember azt se tudta, hogy a jószágot rendezze, vagy vacsorázzon is, aztán volt, mikor 8-9-kor fogtunk hozzá a nagy kocsi kukoricát betenni a kotárkába, vagyis a góréba. Úgyhogy éjfélig valójában hajráztunk, és hát 5-kor menni kellett kifelé újra. Úgyhogy nem sok volt a pihenő, de hát hál' Istennek kibírtuk. A verseny lebonyolítására megőrzött parcellán 13 csapat mérte össze jártasságát a kézi kukorica szedésben. Bemutatták a hagyományos reggelit is, ezúttal a fiatalok egy csoportja is csatlakozott az idősebbekhez. Én nem annyira fáradtam ki, mert ez egy kis rész, de a nagyszülők azok biztos kifáradhattak, mert nekik nagyobb rész kellett szönni. A tordai határban a legelterjedtebb haszonnövény a kukorica, de lehet, hogy az utóbbi évek tapasztalata nyomán ez majd változik a kalászosok és a napraforgó javára. A tordai határban merem állítani, hogy olyan 5-5,5 tonna közötti átlagtermésről beszélhetünk. Ez messze van a jótól, meg messze van a sok éves átlagtól, de a katasztrófától is messze van. Tehát tudok én környéket, meg vidéket, ahol ettől sokkal kevesebb is termet. Úgyhogy annyira nem vagyunk elkeseredve, de viszont el vagyunk attól keseredve, hogy mi lesz, hogyha ilyen évek meg fognak ismétlődni. A rendezvény fontos hozadéka az, hogy ilyenkor összehozza úgy a faluban élőket, a vidékieket, de a határon túli magyarságot is. Fontos, hogy a fiatalok is igaz, hogy már nem úgy csinálják, de megtudják, hogy mennyit is szenvedtek azelőtt az emberek azért, hogy betakarítsák a termést. Minden ilyen rendezvény faluhelyen főleg nagyon fontos, mert ilyenkor ide vonzuk az elszármazottakat, ide vonzuk a vendégeket, akik szintén meg szeretnék tekinteni, hogy hogy is lett ez csinálva, mert tudjuk, hogy ma ebben a rohanó időben ilyenre már az embereknek nincs sok ideje. A tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság is fontosnak tartja az ilyen rendezvényeket. Ez egy olyan rendezvény, amely a mezőgazdasági munkálatokat, a mezőgazdasági munkát bemutató és népszerűsítő, hagyományápoló rendezvény, amelynek lehet turisztikai vonatkozása is. A tordaiak számára mindenképp az ősökhöz, az őseikhez való, a régmúlthoz való ragaszkodást, az erre épülő hagyományok megőrzését és annak átörökítését jelenti. Volt kultúrműsor, kézműves foglalkozás a gyerekeknek, főzőverseny, helyi termékek és régi autók bemutatója, gyakorlatoztak a tűzoltók, volt középkori lovagi bemutató is. Korlátozzák a mobiltelefonok iskolai használatát Szlovákiában. A részletek következnek.
A Szlovák Köztársaság kormánya augusztus 8-án elfogadta azt az iskolai törvénycsomagot, amelyet Tomáš Drucker oktatási miniszter szelíd forradalomnak nevezett az oktatásban. Több tucat gyakorlati változtatást tartalmaz, amelyek célja az oktatás minőségének, elérhetőségének a javítása és a hatékonyságának a növelése. Köztük van a mobiltelefonok használatának a betiltása az alapiskolákban. Annak használatát azért szükséges szabályozni, mert felmérések bizonyítják az iskolai mobilhasználatnak a gyerekek lelki egészségére és a tanulmányi eredményekre gyakorolt negatív hatását, hangsúlyozza a szaktárca. Reggel a tanítás kezdését jelző csengetés előtt még a mobil a diákok kezében van. Csengetés után mindenki tudja, hogy azokat ki kell kapcsolni. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tessék a mobiltelefonokat kikapcsolni, kezdődik a tanítás. Szlovákiában az iskolák egyénileg az iskolai házirendben évek óta szabályozzák a mobiltelefon használatot. A kelet-szlovákiai B-ben is így tesznek, úgy vélik, meg kell szabni a mobil használat kereteit. Készül egy fotó, ami aztán megjelenik a világhálón, vagy készül egy videó, és abból később akár bírósági perek is születhetnek. Tehát ennek a szabályozásnak egyértelmű pozitív hozadéka az, hogy a zaklatásokat tehát nem kiszűrjük, hanem megelőzzük. Ráadásul az órákon jobban tudnak figyelni a gyerekek, a készülékeket szünetekben sem kapcsolhatják be. Azóta, amióta ez rendeletbe jött, azóta egyre többet kommunikálnak egymással, és én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek a való világban kommunikáljanak egymással, és ne a virtuális térben éljenek elsősorban. A Szepsi Egyházi Iskola központban már évek óta tilos a mobilozás. Az intézmény igazgatója itt azt mutatja, hogy osztályok szerint hogyan tárolják az elzárt telefonokat. Nálunk a mobiltelefonok és az okos eszközök használata évek óta tiltott. Egyetértésben a szülőkkel, a szülői tanáccsal, mi ezt mindig megbeszéljük. Az alsó tagozaton nem is hozhat a gyermek ilyen mobil eszközt. Az 5-9-en pedig a reggeli tanítás előtt, tehát az első óra előtt összeszedjük, majd délután kiosztjuk a gyerekeknek. Abban az esetben természetesen, hogyha egy tanítás órán szükség van ezeknek az eszközöknek az esetleges használatára, akkor az osztályfőnök, illetve a szakos pedagógus dönthet arról, hogy szétosztja és alkalmazzák ezeket a mobiltelefonokat. Engem igazság szerint nem különösebben foglalkoztat pont emiatt, mert két és fél éve szedik tőlünk a telefont, és akkor még nem volt az a nagyon nagy berobbanása. Most már persze ez más, de nem olyan, hogy bele lehetne halni. Tehát, hogy napközben természetesen, hogyha a szülő kérvényezi, visszakaphatjuk a telefont, hogyha valami fontos hívást, esetleg e-mailt kéne intézni. Egy friss felmérés szerint az alapiskolákban a válaszadók 70%-a támogatja a teljes tiltást, míg a középiskolákban a válaszadók 50%-a ért egyet a tiltással és a korlátozással. Ez a Go for Insight ügynökség júliusban és augusztusban végzett, 1000 fős csoportot vizsgáló felméréséből derült ki. A felmérés eredménye arra is rámutat, hogy a mobiltelefonok iskolában történő használata olyan téma, amely megosztja a tanárokat, a szülőket és a diákokat. Jó ütemben halad a palicsi üdülőtele felújítása. A Vajdasági Magyar Szövetség politikusainak célja, hogy Palics felkerüljön a nemzetközileg is vonzó turisztikai célpontok térképére. A palicsi üdülőtelep részletes felújítása 2022-ben kezdődött a Vajdasági Magyar Szövetség néhai elnöke megboldogult Pásztor István kezdeményezésére a tartományi kormány segítségével. Akkor 480 millió dinárt kaptak erre a célra, emelte ki Dencs Valéria. A Palics Park Kft. Igazgatója hozzátette, az üdülőtelep romos állapotban volt, és nem olyan képet mutatott, ami méltó Palicshoz. 13 épületet bontottak le úgy, hogy a környéken élők életét ne zavarják. Azóta kiépült a szükséges utcai világítás is. Ezáltal kihelyeztünk 19 olyan világítótestet, amivel esténként valamilyen nyugalmat tudtunk behozni erre a területre. A későbbiekben pedig ezt a 85 méteres járdát tudtuk kiépíteni, amely 3 méter széles, és egy szép kilátást, egy szép kis ösvényt tud nyújtani a Palicsi tó felé.
Palics évről évre népszerűbb az ide látogató turisták körében, egyre több vendégészakát jegyeznek. A következő fázisban a tartományi pénzforrások függvényében a palicsi üdülőtelepen parkolókat építenének ki. Szabadka város támogatására is számítanak a zöldövezetek karbantartásában. Mi törekedni fogunk a jövőben is támogatni akár azokat a környezetvédelmi beruházásokat, melyek a palicsi és a ludasi tavak biodiverzitását hivatottak védeni és őrizni, de azokat az idegenforgalmi kezdeményezéseket is támogatni fogjuk, melyek méltóak Palics sármiához és bájához. További fejlesztésekre is szükség van, mindenek előtt az épített örökség megóvására, emelte ki Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke azt mondta, a megkezdett munkát folytatni kell. A Palics turisztikai központi szerepe Pásztor István számára is fontos volt, ő biztosította még a forrásokat ezeknek a projektnek a megvalósítására. Az Aquapark azt gondolom, hogy egy nagyon fontos turista vonzó beruházás volt, amely a nyáron már csúcsidőben 10 000 turistát is vonzott egy héten, ami azt gondolom, hogy egy fantasztikus szám. Ugyanakkor Palics népszerűsítése, turisztikai kínálatnak a fejlesztése az nem csak az ilyen nagy beruházásokon múlik, a tópart rendezése, a sétány építése. És persze a tó körüli kerékpárút kiépítése is fontos fejlesztés, tette hozzá Juhász Bálint. Oktatási fejlesztések is megvalósultak a tartományi kormány, illetve a tartományi oktatási titkárság jóvoltából Szabadkán. A Majsai úti általános iskolában a kosárlabda és a kézilabda pályaként is használható teniszpályát újították fel. A tanintézménybe 593 tanuló jár, a 29 tagozatból 13 magyar. Az iskola európai tehetségpont, a gyerekek nagyon sok versenyen szerepelnek, többek között a különféle sportágokban is jeleskednek. Hálásak vagyunk a tartományoktatási titkárságnak, ugyanis az általuk kiírt pályázaton 13.154.000 dinárt nyertünk, és ebből az összegből fel tudtuk újítani a két sportpályánkat. Ezek a pályák az iskola udvarában találhatóak. A pályák már nagyon régiek voltak, rossz állapotban voltak, és a felújítás során a pályák új tartán bevonatot kaptak. A támogatásból új kosárlabda palánkot is vásároltak, és a pályákat körbekerítették. A sportberuházások nagyon fontosak a gyerekek fizikai és mentális fejlődése szempontjából, emelte ki Góli Csilla. A tartományi költségvetésből idén mintegy 200 millió dinárt fordítottak iskolai fejlesztésekre 40 oktatási intézményben, mondta el a megtekintésen Juhász Bálint. 25 éves a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A Rimaszombatban tartott találkozó idei fő témája a mesterséges intelligencia volt. 25 éves a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Ebből az alkalomból találkoztak Rimaszombatban. Workshopok felnőtteknek és gyerekeknek, a Somogyi Könyvtár ötletbörzéje, történetírás robotokkal, Legóval és 3D nyomtatóval a digitális játszótéren, az Egri Könyvtár képkönyv kiállítása, előadás a határon átnyúló együttműködésről, a digitalizációról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Ez mind téma volt az Egyesület rimaszombati konferenciáján. Mostani konferenciánk a negyedszázad címet viseli, ez 5x5, ennyi éve alakult meg az Egyesületünk, tehát ez egy születésnapi szakmai konferencia, és hát ami a lényeg, hogy amit szerettünk volna, hogy a gyakorlaton legyen a hangsúly, így az előadások mellett nagyon sok workshop, konkrétan 6 darab workshop valósul meg a 2 nap alatt, és mindenképpen arra helyezzük a hangsúlyt, hogy azonnal applikálható, hasznosítható dolgokkal menjenek haza a könyvtárosok, tehát amiket holnap mennek a könyvtárba otthon, és már fogják tudni hasznosítani a saját tevékenységükben. A Somogyi Könyvtár élmény pedagógiai gyakorlatait a helyi gyerekek is kipróbálhatták. A program részben a Csillagházban, részben a rimaszombati könyvtárban zajlott. A Tatabányai Könyvtár szakemberei zöld könyvtári foglalkozást hoztak Mentsük meg Glóbi címmel. Molnár Kantner Éva a kincskereső meseterápiás módszer elméletét és gyakorlatát mutatta be.
Vele idén az Olvasás 24 projektben több helyen is találkozhatnak az érdeklődő kicsik és nagyok. Szükség van mindenkinek a meséjére, mert hogy az fontos tudni, hogy a mesék eredetileg nem gyerekeknek íródtak, hanem felnőtteknek, csak ez valahogy az idők során úgy alakult, hogy a mese az gyerek, egyenlő a gyerekekkel, és fontos szerintem nagyon a lelki dolgokkal foglalkozni, amik ott vannak a mesékben. És ennek a projektnek a keretén belül lehetőség van megszólítani különböző korosztályokat, és elvinni számukra a mesét. A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének jelenleg 117 tagja van. Ez nagyjából 40 könyvtárat fed le, de magyar könyveket ennél lényegesen több könyvtárban kínálnak. A szervezet szorosan együttműködik a Magyarországi Könyvtárosok Egyesületével. Egyrészt van egy ilyen lelki kapcsolat, ami nagyon fontossá teszi, hogy van kihez fordulniuk. Másrészt pedig ugye a könyvtárosságban mindig vannak újabb kihívások, ugye ahogy úgy érezzük, hogy kevesebbet kölcsönöznek mondjuk, akkor azt kell segíteni, kevesebbet olvasnak, akkor azt kell segíteni a könyvtárosnak. Tehát mindig vannak kihívások, és mindig ennek megfelelő tematikájú konferenciákat hozunk létre. Az idei nagy vándorgyűlésen például a mesterséges intelligencia volt a fő téma. Rimaszombatban a Kárpát-medencei könyvtáros identitásról szóló előadásában a mesterséges intelligenciára Illés Péter is kitért. Az, hogy a könyvtárok ma már sok esetben kínálnak kulturális programokat, több előadásban felmerült. A 21. században egy könyvtárnak a funkciója teljesen más, mint a 20-ban 50-100 évvel ezelőtt, ugyanis már nem elsődleges információközpont. Tehát lekörözött minket az internet, a network tulajdonképpen, úgyhogy sokkal többnek kell lennie egy könyvtárnak, egy könyvtárosnak, mint valamikor. A könyvtárban egy közösségi teret kell kialakítani. Író-olvasó találkozók, gyermek és családi programok, nyílt nap, tábor, ottalvós mesemaraton. Ez gyakran és sok helyen része a szolgáltatásnak, de azért továbbra is a könyveké, a tudásé a főszerep. Az Országos Széchenyi Könyvtárban komoly erőkkel digitalizálnak. Ennek köszönhetően ma már a közkincsként kezelt irodalom mellett jogvédett tartalom is elérhető. Idén nyárra fejlesztettük ki azt az alkalmazást, amelyet Mac Plus-nak neveztünk el. A Mac Plus segítségével zárt láncon a könyvtárak helyiségeiben, a könyvtárak nyitvatartási idejében tudjuk szolgáltatni az általunk digitalizált, vagy a hozzánk digitális köteles példányként beérkezett tartalmakat. Jelenleg a szolgáltatásban 12 ezer kötet, közel 3 millió oldala olvasható el. A szolgáltatás egyelőre csak a magyarországi intézményekben működik, a határon túli elérhetőségen dolgoznak. A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének ünnepi rendezvényén kitüntetéseket is osztottak. A szellemi élet fellendítéséért, az olvasás kultúra fejlesztéséért 21-en kaptak elismerő oklevelet. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is, itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!